Kórházak fenntarthatóságával, hatékonyságával foglalkozó stratégia munka egyik újabb állomása, az érkeztünk. Egy nagyon komoly háttérmunka előzte meg azt az országos gyógyszer közbeszerzési folyamatot, aminek az első fázisa zárul le most, és 11 hatóanyag esetében eredményes lett a közbeszerzési eljárás. Ez azért fontos, mert eddig a gyógyszereket egyedileg szerezték be az intézményes, különösen a kisebb kórházak nem tudták kihasználni egy nagyobb forgalom árelőnyét, most ők is részesedhetnek ebből. A megtakarítást, a megtakarítás pontos összegét csak azután fogjuk tudni pontosan megmondani, miután a havi gyógyszergazdálkodási jelentéseket összegezzük majd az év végén, de az már látható, hogy a legelőnyösebb árhoz képest is egy 200 millió forintot közelítő megtakarítás sikerült elérnünk, de ugyanakkor meg a nagykereskedelmi árhoz képest másfél milliárd forint árelőnnyel tudjuk beszerezni ezeket a gyógyszereket, tehát a becslésünk az, hogy több száz millió forintot fogunk az év során megtakarítani, csak ebből a 11 hatóanyagból. A következő állomások pedig az 57 hatóanyagból, amit országosan fogunk beszerezni, a következő 20 2024-nek a közbeszerzése már ki van írva, és a nyár folyamán két újabb közbeszerzési eljárás is megjelenik. Tehát arról adtam most önöknek és a közvéleménynek számot, hogy a, a, a kórházak hatékonyságáért, fenntarthatóságáért folytatott küzdelem egy újabb sikeres fázis zárult le. Köszönöm szépen!